12 éves volt, amikor először és utoljára belépett a tiltott rengetegbe. Egyszerű kíváncsiságból tette, legalábbis ő így gondolta. De lényegében bevonzotta őt valami, misztikus és veszélyes valami. Nem is ez a jó szó erre. Beüldözte. Az erdőben nagyon kevés ember járt. Még nappal is túl sötét volt ahhoz, hogy az ember hosszabb ideig kellemes érzelmeket táplálva tartózkodjon ott. Éjszaka viszont valami más volt. Nem hiába volt tiltott, még a legjobb tájékozó képessége rendelkező ember is képes volt elkeveredni benne könnyedén. Évente 3-4 ember tűnt el, és soha nem is kerültek elő újra. Amikor a fiú belépett a rengetegbe, valami hajtotta őt. Valami lökte és valami húzta. Szinte már az erdő szélén félni kezdett. De ment tovább. Talált egy papírt. Majd pár száz méterre arrébb talált még egyet. Zseblámpa volt nála, annélkül semmit sem láthatott volna. És valaki követte. A fák között suhogó szél, eme izzasztó téli nap után kellemesen hatott a fiúra. A szúnyogok, ahogy végigcsipkedték libabőrös kezét, vértől duzzadva álltak tovább, hogy már később újra visszatérhessenek. Tüsi, fekete haja és fekete pólója elvegyült az éj sötétjében. De valaki követte őt. Talált egy harmadik papírt. A fiú félt. Egy tartálykocsit vett észre nem messze a földúttól a fák között parkolni. Természetellenes jelenség volt, mintha beállították volna oda, hogy ne legyen ennyire egyhangú a dolog. A tartálykocsi mellett benzines kannák tömtelege. Az egyik felborulva feküdt a kopár talajon, és a benzin áramlott ki belőle. A fiú megcsörgette a gyufás dobozt a zsebében. Amikor tovább ment és egy negyedik papírlapot talált, már biztos volt benne, hogy követik őt. Néha hallotta, hogy a háta mögött megrecsen egy foág. Nem állatok voltak. Az erdőben nem voltak állatok. Az ötödik papír után néha lihegést hallott. A tarkóján hűvös szellőt érzett. Valaki ott volt vele, de nem látott senkit. És aki követte, az egyre közelebb merészkedett hozzá. Néha, mintha megpillantott volna egy fehér arcot a fák között, elkapta a rettegés. De tovább kellett mennie. Vonzotta őt valami. A hatodik papír a vállára hullott az égből. A fiú megrezzent és zsebre vágta. Félelme a tetőfokára hágott, ez volt a csúcspont. Most már többször is látta a követőjét. Nem bírta kivenni igazából, hogy ki és mi az, csak körvonalát látta. Magas volt. Nagyon magas. Megtalálta a hetediket. Valami legbelül megsúgta neki, hogy még egy papírt kell megtalálnia és megismeri a titkot. Nem tudta, milyen titok, és azt se tudta igazából, hogy mi az az egész. Mikor felébredt, már tudta, hogy be kell lépni az erdőbe. A falu határánál ment be, ahol soha senki sem jár. A házak üresek, mert túl közel vannak hozzá. Hozzá. Nagyon közel járt, de a hetedik papír óta nem látta őt. Mintha bármelyik pillanatban elérhetné őt sovány kezeivel, arctalan fejével. Tudta, gyorsan meg kell találni az utolsót. És meg is találta. Gyorsan ment, mindenféle komolyabb probléma nélkül. A nyomasztó hangulat megszűnt, mintha még egy-két bagoly húgást is hallott volna, amit eddig nem. Amikor belépett az erdőbe, elkezdődött a játék, ami véget ért itt, és most. Ám ekkor hátrafordult, és ott állt egy fa mellett. 2 méternél jóval magasabb, arc nélküli ember öltönyben. Hátából változó mennyiségű csáp tekergett teste körül, legtöbbjük egészen a feje fölé magasodtak. Nem mozdult. Egyenesen a fiúra nézett. Minél tovább nézte, annál inkább közeledett hozzá, és csak ekkor vette észre, hogy egyenesen felé lépd el. Lassú, kimért léptekkel. Észbe kapott, és hátrafordulva rohanni kezdett.
de rögtön ott volt előtte. Egy karnyújtásnyira. Ha sokáig nézi, megint elkezdi vonzani őt, de ha nem néz rá, akkor újra előtte terem. Szóval újra futni kezdett, de azúttal úgy, hogy nézi őt. Eltűnt. Ott volt, mégse lehetett látni. Körülötte mozgott, talán egy másik síkban. Az éj sötétje és az éj neszélyének hiánya töltötte el leginkább félelemmel. Egy morajlás, mely az agyba furt karmait fémes zaj, talán a helyváltoztatásnak a zaja. Egy kis bódi előtt állt meg. Szétnézett, majd berontott. Teljesen üres volt. Kinézett a hátsó ablakon, és ott állt nem messze a fák között. Az ajtó felé indult. Az ajtó felé indult. Teljesen pánikba esett, de miután kinyitotta, a lény ott jelent meg. Nem tudta, mit évő legyen. Ismét kinézett a hátsó ablakon, és a fák között megpillantotta a menekülési útvonalat. Most már csak el kellett csalni az ajtótól. Futás közben pedig úgysem lesz képes őt elérni. Legalábbis így gondolta. Az elemlámpájával kitörte az ablakot, a lámpát pedig elhajtotta arra, amerre menni akart. Csak hogy tudja az irányt. Majd keretestől fogva kivitte az egészet, és a kis épületet megkerülve a lámpafény felé indult el. Nem követt őt pár pillanatig. Elérte a lámpát, de nem kapta fel. Nem lett volna rá ideje. Futás közben zsebében lévő gyufás dobozhoz nyúlt, és felkészítette magát a gyors cselekvésre. Megállt a tartálykocsi mellett. A lény bal oldalra tőle jelent meg, ahogy eddig mindig. Mindig bal oldalról próbálta elkapni. A fiú ezt tudta, és még mielőtt megjelent volna, a kezében lévő gyufát meggyújtotta, és ledobta a benzinbe. Ekkor minden lángolt. Maga a lény is lángra kapott. A fiú nem mert futni, mert utána indult volna. Belefutott a tűzbe, de ő maga nem gyulladt meg. A téboly marta az elméjét, és őrölt nevetés közepette borította fel az öltönyes fickót. Elterült a talajon, majd a fiú hirtelen valahol máshol kelt fel. Futott, de nem emlékezett rá. A távolból undorító morgási sikontás hallatszott. A lény volt az. A lény, aki egy ember volt. A cirkusz egyik alkalmazottja, aki csak úgy neveztek, Magas Eddie. Magas Eddie pedofil volt, de ember. A fiú évekkel később jött rá, hogy amit ott látott, a saját megtébolyult elméje kivetülése volt. Magas Eddie, az öltönyös pedofil. A fiú megnézte a 8 üres papírlapot, amiket a helyiek hagytak szerteszét az erdőben. Rengeteg ilyen füzetlap volt mindenfelé. Most már ő is látta. A gyerekeknek csak is elrettentésképpen mesélték, hogy az emberek százai tűntek el az erdőben. Féltették őket a vadállatok miatt. Hazugság volt minden. Élete maradék 2 évében a fiú megtartotta ezt a 8 papírlapot, és emlékeit véste rájuk. De nem sejtette, hogy ezzel táplálja az általa meggyilkolt férfi szellemét. Azután, hogy a 8 papírlapot elhelyezte az erdő bizonyos pontjain, a lény megjelent. Egy leégett tartálykocsi mellett látta meg, méghozzá abban a formában, ahogy először látta őt. Arc nélkül. Csápokkal. Egy túlvilági lény formájában. Egy erdő közepén. A fiút másnap reggel holtan találták meg. Azóta az erdőben és a környéken fiatalok százai tűntek el. Ezúttal viszont tényleg.